sziasztok! Fülök hozzá! Nem szeretem a hangot, mindegy. Jó. Szóval én Tóth Zoltán vagyok, hogyha az FDS felügyességét dolgozom vezető fejlesztőként. Ebből adódóan a feladataim közé tartozik az is, hogy aktivizálják folyamatosan a fejlesztőket, meg szakmai közösséget építsen. Rengeteg sok mindennel próbálkozom folyamatosan, hogy kicsit feltörgessem a dolgokat. Most pont egy olyanról szeretnék beszélni, ami be is jött ennyi. És igazából hát, ha valaki más is kezdett a fejlesztőhoz, valószínűleg nem mi találtuk fel, ugyanakkor nem találtam róla semmi információt, hogy leírva máshol. Most, alapvetően ahhoz, hogy szakmai közösséget építsünk, aktív emberek kellenek, akik aktívan részt vesznek benne. Ugye, anélkül, hogy csak valaki van valahol, az nem lesz igazi közösség, nem terjed a tudás, nem lépünk előre. Ennek egyik fontos dolga az, vagy részlete, hogy az emberek maguktól is fejlődjenek, tudják, hogy fejlődjünk kell, és fejlődni is akarják. Aztán, amikor elkezd fejlődni az ember, egy idő után, legalábbis nálam így volt, és sok embernél, akivel beszéltem, előjön benne a vágy, hogy azt, amit ő megtanult, és azt, amit ő kitalált, azt megosztva másokkal. Ez a tudás megosztás, és igazából az egész szakma elalakszik, ha belegondolunk, gondolunk csak a Stack Overflow-ra, vagy bármi másra. Úgyhogy valahogy ezt kell elindítani az emberekbe. Kommunikáció legyen, egymás közel, húzzuk egymást, vitázzunk és beszéljünk mindig a szakmai dolgokról. Alapvetően a tudás megosztás, ha egy kicsit a mélyére gondolunk, akkor ez egy valami fontos dolog, mert azt hiszi az ember, hogy jó, hát én mondjam el másnak, amit tudok. Gyerekfejre azt gondolnám, hogy ürik vagyok és tanulja meg ő is, de nem egészen erről szól. Nekem el kell mondani a másiknak, hogy mit tudok, ki kell állnom mindenről, hogy elmondjam, hogy mit tudok, akkor nekem arra fel kell készülnöm. Ezáltal a téma mélyére ások, és igenis, hát nem akarok hülyeséget beszélni, bár ez megvesz mindig. Tehát, hogyha én mással meg akarom osztani a tudásomat, nekem is fejlesztenem kell a saját tudásomat, mert igenis felelősséggel tartozok azért, hogy mit mondok másoknak. Azzal, hogy másoknak mondok dolgokat, ugye segítek nekik, őket is ösztönözhetem, motiválhatom. Őket is elkezd érdekelni majd a téma, új dolgokat tudnak meg. Vagy éppen akár arról nem is beszélve, hogy elolvasok egy 500 oldalas könyvet, de összefordulom nekik 5 percben. És jelentős kényelmi faktorral járhat valaki ezt elolvasa helyettem. Ha én mással megosztom a tudásomat, akkor utána kapok visszacsatolást. Ha jól csináltam, pozitív visszacsatolást kapok, ha rosszul, valószínűleg semmiért. De ha pozitív visszacsatolást kapok, akkor igenis elkezd hívni a vágyam, hogy hát onnan ezt is elmondtam, ezt is átadtam, ezt is megtanítottam embereknek. Lehet, hogy hozzászólnak, lehet, hogy én is tanulok, sőt, az esetek nagy részében én is tanulok, ha valakivel beszélgetek valamiről. Ezáltal én is fejlődök. Tehát, hogy így a tudás megosztás az mindennek az alapja, mert akkor adunk egy alapot a saját szakmai dolgunknak, aminek csak a kicsúcsosodása az, hogy elmondom a többieknek is. Ha elmondom a többieknek, kapcsolatokat építek, amit a későbbiekben fel tudok használni. Ha én segítek neki, ő segít majd nekem, és hasonló. Ugyanakkor meg az ember magára kialakít egy én márkát, ezt hozzájárul, ugye, hogy mégiscsak itt állok, lehet, hogy nem tudom, valaki majd felismer dolgozik, az a hülye. Ez az én márka építésnek egy része, ugye, amikor beleégetjük az emberek fejébe magunkat. Szóval, hogy az egésznek a kulcsa az, amikor aktivizálnak az embereket, hogy igenis akarják megosztani másokkal azt, amit ők tudnak, ne tartsák magukban. Borzasztó dolog az, hogy van egy cégnél egy darab szakik, aki valószínűleg nagyon jól ért mindenhez, de nem osztja meg másokkal az információt. Mellett jön 10 másik, aki csak néz, hogy hát igen, ő ért hozzá, de nem beszél róla soha. Sok-sok próbálkozás volt, valamelyik sikeresen, valamelyik kevésbé. Ez az egész mai történetem alapja. Onnan indult ki, hogy
hogy mindig is próbálom hozzadatni a fejlesztőket, hogy a legapróbb lépésként az FPS küld fiatalát, nem tudom, hogy megvan valakinek, valóban a link, ami nincs meg. Aminek elég nagy tartalma van. Van benne mit rakni, van benne anyag, van benne lehetőség. Mindig egy üres sablonnal kezdjük ezt a hó elején, mondjuk itt talán, és akkor Koló küld egy körlelet, hogy akinek már jó linke ér vele, mi történik? Semmi. Valószínűleg mindenki lát egy tökéletes weboldalát, egy jó linket, valamit elmentett a könyvjelzői közé. Mi hoztam el meg? Minek hoztam el? Valami jó lesz, az még el sem olvastam. Majd valaki úgy is ír vele valamit. Ugye ez a, tehát az egésznek a lényeg az, hogyha én megkértem azt, hogy menjen haza mindenki és iratkozzon fel élőjére, valószínűleg mindenki figyelmen kívül hagyja ezt, mert mi iratkozzon fel, valaki úgy is feliratkozik, majd örülni fognak, meg amúgy meg nem hozzászólt, hanem így oda mondta a tövegbe. Amikor úgy általánosan szólítunk meg egy tömeget, talán hitelen kívül nem sok ember, így bárhogy azért voltak. A hírlevél azért elkészül, mindig van benne tartalom, mindig van benne érdekes tartalom. Nem mondom, hogy mindig ugyanazok az emberek, de jellemzően van egy maga, aki hozzátesz. Bebecsorognak, hozzáérnek egy jó linket, éppen talált valamit. Ugye ez abban is akad, hogy nem bízik magával az ember. Ó, ugye amit én találtam, az biztos ismerik másokkal, valahol biztos fenn volt, minek írnám le. Nem akarják kiadni magukból. És a hírlevél azért szokott elkészülni, mert jön egy második fázis ennek a felhívásnak, amikor Koló oda megy személyesen az emberekhez, és megkérdezi, hogy hé, van egy jó linket, írd már bele. Onnantól kezdte az ember, kapott egy felelősséget a vállára, egy megszólítást, hogy húha, hát most erre mit mondja? Nincs, de van, csak nem akartam megosztani. Vagy akkor meg lett szólítva, érzi azt, hogy kell tennie valamit, és egyből már magáénak érzi a feladatot, mivel személyesen neki mondták el. És akkor így összeállhat a hírlevél. Ha jön egy e-mail, hogy írjunk blogposztot, nem szabad senki blogposztot írni, ennek mindig van egy második köre, hogy személyesen egyenként végigjelj az embereket, és írsz egy blogposztot, írsz egy blogposztot, de olyankor már, ha nem írsz, és azt mondtad, hogy írsz, akkor már te vagy a trán, ugye? Tehát nem akarsz örömból lenni, akkor csak muszáj valamit összehozni. Ez a, ugye a lelki terror és az érzelmi zsavlás, hogy hát pedig azt mondtad, hogy írsz egy blogposztot. Ez így működik. De írunk blogposztot is, nagyon jó. Gyakorlatilag akkor alakul ki az egész, amikor mérhető célokat vezetünk be a rendszerbe. Ugye ez a smart elven működik, ezt nagyon sok helyen használják, és az egésznek az alapja, hogy konkrétan fogalmazni meg valamit, az elvárásodat, azt mikorra szeretnéd, hogy szeretnéd, és ne legyen kétségei annak, akinek ezt elmondtad. Hogyha tisztában van vele, hogy te mit vársz tőle, és nem csak az, hogy csinálj valami jót, akkor sokkal hamarabb meg fogja csinálni, mivel tudja, hogy mit kell csinálni, és kevesebb a bizonytalanság az egész folyamatban. És ugye a másik fontos része, hogy amikor pedig kap egy vagyis hogy csinál valamit is, és berak egy jó linket, ír egy blogposztot, bármit, az minimum, hogy megköszönöd, szólsz neki, hogy igen, ez jó, vagy nem jó, hogy tudja, hogy mit csinált. Mert ha csak odarakod és nem történik semmi, akkor ugye már is kevesebb a hatásod odannak. Most ezen árak alapján csináltuk meg azt, amit úgy döveztünk el a DVD-t, ezt többen találtuk ki a kollégákkal. Alapvetően sokkal egy próbálkozás után agyaltunk, hogy miért nem működhet a küldi egy jó linket rendszer. Az egész egy baromi egyszerű dolog, régen is működtek ezek a lánclevelek, ha megkapsz egy levelet másodra, tízszer is küld tovább embereknek, mert akkor ez meg azt történik. Ugye ez is miről szól, ha én megkapom személyes felszólítást, felhívásnak kapom azt, hogy hát oké, ez nekem lett címezve, akkor tovább kell küldenem. Bármilyen hírség is a tartalma ezzel van nyújtva, és kicsit jobban élünk, mintha egy plakáton látom kirakva, hogy küldjek tízszer levelet valakinek. A déli délmondat alapja, hogy erre abból jön, hogy minden nap, ami 1-3 és 5 napig terjedhet most, egy fejlesztő küld egy rövid mód, hogy ez a, nem tudom, 3 és 20 mondat közötti terjedelmi kis jegyzetet. És eddig jól működik,
meghatároztuk a konkrét szabályokat, nincsenek kérdések, hogyha valakivel sor kerül. A labda folyamatosan pattog az embereknél, mindig csak egy ember van, tehát hogy nincs az, hogy majd valaki megcsinálja helyettem, hanem én nekem kell most valamit kitalálnom. Tudom, hogy mikorra kell, tudom, hogy kinek kell, és tudom, hogy hogy kell ezt csinálni. Ez mind le van írva, a szabályokat mindig előhozzuk, hogy emlékezzünk rá, és ez adja az egésznek a működését és a rendszerességét. Az előbb említettem a smart elvet, vagy módszertan, amikor egy célt jelölünk ki, erre abszolút rá lehet adni ezt a smart metodikát, és ezeket most így végigvenném, vagy értem is első, hogy miért. Smart az a specifikusan meg van határozva konkrétan, hogy mit szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy te, ha a fejlesztő vagy és kapsz egy levelet, akkor találj egy érdekes témát, amit te érdekesnek találsz, tehát hogy így, ez nagyon tág, de azért legyen valami közel a szakmához. Írd le, X mondatban, majd küld tovább megfelelő címre, ugye egy levlistára, és a végén jelölj meg egy embert, akitől a következőt várod. Mérhető legyen ez? Gyakorlatilag mérhető azzal, hogy megérkezett a levél, vagy érkezett meg. Tartalmát megnézzük, igazából mindig mindenki elolvassa a másikét, általában mondhatni, de legalább a címet. Van olyan, tehát hogy mobilfejlesztők és webfejlesztők egyszerre dolgoznak együtt, nem mindig van közös téma. A mobilfejlesztőket nem annyira érdekli, hogy elhasztott, csak ha nem muszáj. Úgyhogy, de azért megvan a tisztelet egymással szemben, és mindig érdeklődő várjuk a következőt. És ugye ezzel, ha ezek megtörténnek, ami itt van, hogy elküldte, tartalma megfelelő is van a következő, gyakorlatilag teljesült, és elhozhatjuk mellé a pipát. Megúszós tartalmak és megúszós levelek nem jellemzőek, mert senki nem csinált még ilyet. Aki csinált ilyet, azt a közösség egy kicsit mindenki. Hát ezt könnyelhetett mondattal, helyre is rakta. És van egy pici csoportnyomás, hogy hát jó, akkor legközelebb majd figyelek volna. Ugye a megvalósíthatóság a következő, várható smartban. Sokan megérdeznek, hogy miről írjak én. Elvárják tőlem, hogy én érdekességet mondjak 15 embernek. Nem. Érdekességet mondjak, ami számomra érdekes, és megfelelő lehet 15 embernek. Mindig van olyan dolog, amit vagy érdemes átismételni, vagy éppen más nem tudhatod róla. Nagyon sok olyan dolog alapdolog jön elő ezekben a témákban, ami a csapat felének, vagy akár a 90%-ának már ismert, de ha már egy emberhez betalál a tartalma, szerintem már hasznos volt az egész, mert körülbelül fél évvel kell rászállni az egész dolog egy embernek. Úgyhogy ha más nem, ilyen emlékfrissítés mindig jó. Az ember mindig dolgozik, mármint hogy valami projekten is, és ezért folyamatos kihívások elé kerül, és mostanában az jellemző is, hogy a munkái során felgyűlömött tapasztalatot hozták meg, hogy más nyelvünk nem volt, ne akadjon fel jelen. Az eredeti releváns jelvé gyakorlatilag esetünkben ez azt jelenti, hogy a témája nem a kiskacsákhoz szóljon, vagy éppen a nem tudom miről. Úgyhogy ezt elég könnyű teljesíteni, egész nap fejlesztünk, ebben nézünk, és akkor ez egyértelmű volt, hogy mindenki ezzel keressen, vagy ebbe keressen a témát. De pedig az időben meghatározott a timebox, vagy time, adtunk mindig egy idő korlátot. Hogyha az van, hogy csináld meg és majd kész lesz, vagy majd legyen kész tök mindegy mikorra, ha valaki ért hallott, hogy csinál, majd húzogatja, amíg lehet, és eltolja, és akkor lehet, hogy két hónap múlva lesz kész, vagy ha újra szólunk neki. Ha viszont megmondok, hogy ekkorra legyen meg, tehát konkrét időpontot kap, akkor igenis évben tartja ezt. A szabály nagyon egyszerű, 3 munkanapon belül küld el a leveledet, hogyha megkaptad a felkérést. Természetesen vannak kivételek, hogyha valaki le van terhelve, akkor azt mondja, hogy bussát, én most nincs időm. Van, aki túllépi, nem is kell mocogatni senkit azáltal, mert érzik, hogy hú, lejárt a 3 napon, de azért pótolja, és nem áll meg az egész. Ezt a kis játékot fél éve játsszuk. Hát, körülbelül
kettőt írtam fel, igazából nem is annyira lényeges, talán az a lényege, hogy eléggé változatos. Mivel mobil és webfejlesztők együtt csináljuk, sokan törekednek arra, hogy általános programozási ismereteket adjanak tovább, ami mindig tök jó, mert ugye a szolid elvekről és a memória túlcsorolásról azért persze mindannyian olvastunk, de hát csak úgy elolvasni is összeszerettemben. Sőt, mi a hosszát tekintve, ugye kicsit behatárolt egy e-mail, ezért aki megírja, az mindig összeszedi a gondolatait is. Gyakorlatilag kivonatot kapunk sokszor egy-egy témából. Fél év alatt 45 levelet küldtünk el, ebben voltak csúszások, szüntek mi egymást, de volt egy nap négy érkezett, még vicces kedvükbe voltak a srácok. Ez azt jelenti, hogy előre megírták sokszor, tehát készülnek rá, várják, hogy ki, néha várják, hogy ki legyenek jelölve, mert éppen úgy érzik, hogy van egy jelentős téma, amit meg akarok osztani másokkal. A 45 levél amúgy azt jelenti, hogy az összes FPS-es fejlesztő körülbelül háromszor ért végig ez a rendszer, mindenki háromszor vagy négyszer volt eddig. És amúgy alapvetően pozitívak a visszajelzések szeretik, mert nem telik sok időben, nem kell vele sokat foglalkozni, nem kell mindig csinálni. Tehát ha belegondolunk, fél év alatt háromszor, körülbelül havonta, két havonta egyszer kerül sorra egy ember, ami nem megterhelő és nem egy folyamatos elvárás, egy nyomás, hogy fú, már megint jönni fog, hanem éppen majd egyszer befut. A kiválasztás teljesen véletlenszerű, mindig kiválaszt az adott ember, akár egy ilyen kerék segítségével, vagy ilyen random generátorral, vagy bármivel, vagy éppen megkérdezi, hogy héten lép voltál, valami sok dolgok nincs, akkor ő lesz. Soha nem ellenkezik senki, valaki néha zavar, mert sok a bizonytalanság, mint most is. Ha nincs egy jó téma, akkor nem tudok ide jönni, rámesik a választás, és megjelenik, úristen, most ugye elkezdett kutatni, keresni, és a végén általában mindig az a vége, hogy mit is csináltam a múlt héten? Ja igen, ezzel szívtam, akkor ezt leírom, hogy más is ott jön belőle. Hogy mondtam, valaki előre megírja, és el vannak mentve, és akkor már dörzsődött ezért, hogy ha engem választasz, nem lesz gond, de azoknak küldöm. A tartalmat általában hasznosnak ítélik. Én azt nem tudom mondani, hogy ilyen felarányban még úgy is lehet, és biztos vagyok benne, hogy van, aki ezekből a levelekből, ezekből az összeszedett dolgokból értesült az egészről, vagy bizonyos dolgokról. És amúgy, ahogy mondtam, megvan a tisztelet. Elolvasok mindig a másik, mondjuk neki, hogy ó, igen, ez nagyon jó volt. És talán ez az egésznek a legkisebb építő eleme, hogyha így meg tudunk valakit mozgatni, hogy igenis szedje össze a gondolatét. Nem kell előadást tartania, nem kell blogposztot írnia, elég 6-8-10 mondatot írni egy érdekességről, és már is elkezdte ezt az egész folyamatot, hogy egy kicsit így menjen a felé, hogy később akár komoly dolgokat is tegyen. Én azt hiszem, ennyit szerettem volna erre mondani. Nem volt egy bonyolult dolog. A blogpost is készülő, tehát konkrét szabályokat is bemásolom, és akkor valakit már érdekel. Szerintem szakmától függetlenül, vagyis szakiránytól függetlenül, vagy szakterülettől függetlenül használható. Megmozgatja a közösséget, és mivel nem megterhelő, azért nem is fáj. Úgyhogy ha van kérdés, és akkor szívesen várom. Igen. Nekem nem egy kérdésem, abszolút azért, mert tetszik az alapelképzelés, csak nekem egy pont kicsapít a felekületben, hogy akkor, amikor azt mondtuk, hogy történik egy személyes megkeresés az adott személy irányába, akkor te teljesen pozitív módon arra jutottál el, hogy ez pozitív a személyes valóság irányába. Miközben később elhangzik, hogy ez egy vezetői feladatkérdés, közben elhangzik, hogy a csoport részéről is van egy nyomásra a vezetőjére. És megtennéd, hogy megismétled a kérdést? Igen. Akkor majd is utáljon ütves. És ha tényleg egy extrovertált személyt tekintünk, hanem egy introvertált fiatalos esetben lehet, hogy ennek szemben, akkor az új esetében miért mondjuk azt, hogy ez nem is teszünk dolog. Hiszen a vezető is nyomja a csomagot, és nyomja ezt, amit ezzel kell összekedni, nem látom, hogy ez mit a... Teljesen jogos a kérdés. Az úriember azt kérdezte... Az úriember azt kérdezte... Mennyi az idő? Hogy mennyi az idő? Nem. Hogy
hogy azért vannak introvertált személyiségek, és hogyha így jön egy személyes megkeresés, akár vezetőtől, akár csoportból az egy nyomást okoz, ami sokszor stressz helyzetet okoz, és nem kényelmesnek jól mondani. Van, aki ezt nem szereti. Igazad van, először is az fontos, hogy az elején, amikor ezt elkezdtük, egységes beleegyezést kértem, kaptam mindenkitől, és megkérdeztem egyébként, ha valaki nem akar benne részt venni, azonnal kizárta magát, de nem volt ilyen. Valamikor kényelmetlen az embereknek, nagyon kényelmetlen még nem volt, ez egy valakinek lehetséges, hogy a komfortzónáján kívül esik. Ez egy író dolog, nem kell személyesen kiállnia, basszolhat, elmondhatja nekem, hogy ő nem szeretne ebben részt venni, nem olyan durva a nyomás. És igazad van, hogy stresszt okozhat, kellemes nyomásnak ítélni meg, legalábbis eddigi visszajelzések alapján. Nagyon kevés kivétel volt, amikor az ember tehetetlen volt, és én ezt nem akarok, mint akarok, mint csinálok, de mégis a végén elküldte, és túlrepeltés, és igazad van. A játékhoz játékosok kellenek, a játékos lép opcionális, tehát nem kötelező. Ezt tudom el. Igen, csak aki már az elején nem látta azt mondani, hogy ez a felkérdőben meg lesz a pénz, és ezt később sem fogja azt mondani, hogy ezt most passzol. Tehát ez a saját magát hozta és pirálva. Igen, aki az elején nem mondta, hogy nem venne részt benne, az később sem meri majd. Én mint szakmai vezető igyekszem bizalmat kiépíteni a többiek között, a srácok között. Ha ez nincs meg, akkor az az én hibám. Számos csatorna van, ami ezt jelezheti, soha nem lesz egy problémában. De igazából ez ilyen speciális helyzet. Mi pont elhattuk az optimális állapotot, hogy így amúgy senki nem állítszakott el. Szerintem igen. Jól is van összeválogatva a válaszokat. Abszolút. A legjobb. Van egy kérdés, bárki lehet, hogy a kis kérdés. Még esetleg egy. Tudom, milyen létszám van ennek két jó útság. Ugye, ha jól értem, ilyen 10 bár főről beszélünk. 15 körülbelül. Nálunk mondjuk 8000 fejlesz. Két évben egyszer kell küldetni. Szerintem ez nem létszámfüggő, mert ez egy folyamatos dolog. Mindig érkezik a levél 3 naponta maximum. Tehát, hogy így kapsz valakitől valamilyen szabát. Nem hiszem, hogy lenne hasonló felső korlát. Hasonló korlát talán két ember között elég szívás. De felső korlát nincs, mert tudod, hogy valaki fog küldeni, ugyanakkor neked meg nem kell. Igen, de abból nem ismerek 7800-ot. Nyilván annak küldöm, akit ismerek. Hát akkor így sorba megy, akik egymás mellett ülnek. Még kérdés? Köszönöm szépen! Még apró válasz egyébként itt az elmondottakra. Tudja, egyébként 3 vagy 4 évvel ezelőtt, ő egyébként egy nagyon introvertált ember, aki nem szeret és nem áll ki emberek elé. Hát ő eljutott odáig, hogy törvényről. Esik nyomtál. Jó, már semmi.